Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Kozma Zoltán vagyok. A mai műsorban több gazdasággal kapcsolatos téma lesz. Beszélünk arról, hogy Szerbiában emelkednek a bérek a közszférában, és nyugdíjemelés is lesz, de vajon van erre elegendő pénz? Illetve a mezőgazdaságra is nagyobb figyelem irányul a következő időszakban. Mondjuk majd a részleteket. Lesz oktatás is. Hogy állunk a tankönyvekkel, és miként zajlik a tanítás a jelenlegi járványhelyzetben? És ha már a koronavírusról van szó, ma ülésezett a szerbiai válságstáb, új intézkedéseket hoztak a szakemberek. Például mostantól megtiltották az 5 főtől nagyobb létszámú gyülekezést, zárt térben és szabadban is. Illetve őszi szünetre küldik a diákokat. A jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken nem kell iskolába menniük. A részletekről bővebben a Közügyekben, ahogyan arról is, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az online vásárlásnak. A műsor pedig rögtön azzal kezdjük, hogy folyamatosan csökken Szerbia lakossága. De vajon megállítható ez a folyamat? A szakembert kérdezzük. Kezdünk! A Bánáti tóba soha nem volt nagy település. A legtöbben a múlt század 60-as éveiben éltek a faluban, 1500-an. Az egykori dohánytermesztők utódai mégis egy virágzó közösséget építettek ki maguknak. Az elmúlt 30 évben azonban minden megváltozott. 400-an sincsenek a faluban, és csak minden második házban laknak. Tóba magyar csernye község legkisebb települése. A lakosok száma már nem éri el a 400-at sem. 60-as években volt a falu a legtömegesebb, akkor közel 1500 ember élt itt, de akkor megindult a migráció a vajdasági városok, főleg Szabadka, Újvidék, Magyar-Kanizsa irányába. És jelenleg már lehet mondani, hogy Szabadkán, akik oda gravitáltak, ott találták fel magukat, többen vannak, mint ahányan maradtunk itt Tóbán. A mezőgazdasági tevékenységen kívül nem igazán van munkalehetőség. Magyarcsernyén is bezárták a cukorgyárat, az egykori termelő szövetkezetek csődbe mentek, vagy inkább csődbe juttatták őket, talán ez a helyesebb kifejezés. És a kivételt képeznek egyedül azok a nagyobb gazdák, akik nagyobb mennyiségű földet művelnek, a többi ember pedig máról holnapra él, és a fiatalok főleg munkalehetőség hiányában a az elvándorlás, illetve az ingázás útját választották. Talán enyhe túlzással lehet mondani, hogy a falu minden második háza üresen áll, egy részük pedig már az enyészet martalékává lett, összedőlt vagy lebontották. Az elvándorlás miatt a lakosság etnikai összetétele a magyarság kárára változott, de a faluban élők háromnegyed része továbbra is magyar. Fontos, hogy a magyar csernyei Petőfi Sándor általános iskola kihelyezett tagozataként Tóbán még vannak alsós tagozatok. A tanítás két nyelven folyik. A két kombinált magyar tagozatnak összesen 8 tanulója van, a szerb osztályba 5-en járnak. Az idén 10 óvodásuk van, a foglalkozás velük két nyelven folyik. Eddig még mindig sikerült kieszközölni, hogy megmaradjon legalább ilyen formában a tanítás. Hát ugyanis az iskolaépület elég jó állapotban van, csak kevés a tanuló. Az idén 3 magyar ajkú gyerek indult első osztályba, és ez is érdekesség, hogy egy tiszta magyar házasságból, egy vegyes házasságból, illetve egy roma család is magyar osztályba íratta a gyerekét. Mostanában egyre több bánáti asszony jár külföldre idős személyeket gondozni. Ördög Szilvia Ausztriába jár dolgozni.
ebbe a korba, mint én is, már nem kalandvágyból, vagy karrierépítés miatt vágtunk neki ennek a munkának, csupán csak az anyagi vonzata miatt. Mivel itt a megélhetőség nagyon rossz, szinte képtelenség munkát találni, úgyhogy az én kis családom is, a 4 tagú kis családom Európa 3 országában van. Magyarországon a lányom, én Ausztriában, férjem, másik lányom Szerbiában vannak. Úgyhogy igen, itt a környékről elég sokan, körülbelül olyan 20-30-an vagyunk, akik ugyanezt a munkát külföldön, ki Németországban, ki Ausztriában végezi. A vajdasági műkedvelők körében a tóbai színjátszók most is elől járnak. Az idén is lett volna egy bemutatójuk, de a március 18-ai esemény a járvány miatt elmaradt. Közben szeretnék felújítani az otthonukat is, amely jogilag nem az övéké. Egyre nehezebb fiatalokat bevonni a munkába. Nagyon itt is ugye, mint mindenfelé elvándorolnak a fiatalok, és az a csapat, aki ezelőtt már 20 éve kialakult, és itt ide jár az otthonba. Mi még összetartóak vagyunk, de fiatalokat viszont nagyon nehéz bevonni. Van, nem mondom, hogy nem lehet bevonni, de nagyon kevés, úgyhogy egyre jobban fogyatkozunk itt is, és nagyon nehéz olyan darabot választani, ahol annyi ahányan vagyunk, hogy mindenkinek jusson szöveg. Az itthon maradt tóbai lakosságnak az egynegyede nyugdíjas. Sokan egyedül maradtak, mert a fiatalok elköltöztek. Sajnos a gyerekek elmentek külföldre, mivel munkalehetőség nincs. Az idősebb fiam befejezte az állatorvosi egyetemet Budapesten, ott nyitott ambulantot, és ott dolgozik. Attila, a fiatalabbik fiam, István, az Pozsonyban van, ott kapott munkát. Az idősek számára a mostani helyzetben talán a legnehezebb. A faluban egy élelmiszerbolt van, a napokban csukott be a másik, buszjárat nincs, az orvos pedig hetente 2 alkalommal jön Magyar Csernyéről. Most nagyon nehéz lesz, nehezen oldjuk majd meg, mert mondom, Dezső például tegnap segített. Aztán vannak barátjaink, kikindán, akik csak majd azért kigyűnnek, hogy mikor minden összegyűn, meglátogatnak bennünket. A szülőfalu harangszója persze hazahív. Ha nem is minden évben, de legalább 3 évente sokan hazajönnek a tóbai elszármazottak találkozójára. Azokon a napokon megkétszereződik a falu lakossága. 2021-re tervezik a 7. találkozót. Bíznak benne, hogy sikerül majd megtartani. Azt is remélik, hogy addigra új köntösben várja a hazalátogatókat a Szent Háromság temploma. Láttuk tehát, hogy mi a helyzet Bánátban. Országosan sem sokkal jobbak a mutatók. A felmérések szerint Szerbiát évente csaknem 60 000 ember hagyja el, és még rosszabb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy egy esztendő alatt átlagosan 40 000-rel többen halnak meg, mint születnek. Akkor talán még nagyobb a probléma, ha ezt így nézzük. Szakemberrel folytatjuk a témát, a vendégem Gábrics Molnár Irén, szociológus. Jó estét kívánok, köszöntöm itt nálunk. Hát hol a leginkább érzékelhető az elvándorlás? Az elvándorlás a volt Jugoszláviában indult, tehát ide tartozott Szerbia is, nagyjából 60 éve tart ez a folyamatos, hullámokban kimérhető elvándorlás. Először az elvándorlók valóban a fejletlen területekről mentek el, úgynevezett gastarbeiteri státusba, tehát munkavégzés során minden azon céllal, hogy vissza is jöjjenek. A falu elhagyás viszont szintén a II. Világháború után szinte rendszeres folyamat, különösen a legközelebbi város, az iparosodás folyamán a munkás státusz, a kétlaki élet megfogása volt a lényeg. Tehát gyakorlatilag több mint fél évszázada a szerbiai és a vajdasági falvak is elnéptelenednek lassan. A probléma főleg ott van, hogy a visszatelepítés gond, tehát nincs az, amivel a falu fejlesztési programot beindítanánk, és ezáltal gyakorlatilag a fiatalok zömével tömegesen elhagyják a falut. Beszélhetünk arról, hogy egyáltalán vannak-e releváns számaink nekünk arról, hogy
elmentek, nem mentek, hányan mentek, kik maradtak, van-e, aki visszajött, van-e erre valami kimutatás? A szerbiai statisztika nem megbízható éppen azért, mert azok, akik a faluból városba költöznek, gyakorlatilag címet változtatnak, de a kétlaki életmódot lehet, hogy megtartják. A külföldre vándorlók esetében pedig a statisztika még kevésbé megbízható, mert itthon nem mond le se az állampolgárságáról, se a címéről, lehet, hogy az ingatlan se adja el. Tehát valójában meghagyja a lehetőséget, hogy időnként hazajöjjön. Tehát ez az átmenetileg külföldön élek 20-30 évig is eltarthat, de gyakorlatilag, különösen a fiatalok, akik itthon hagyják a szülőket, vagy egyéb rokonokat, gyakorlatilag ilyen cirkuláló, tehát vándorló és ingázó státuszt vesznek fel. Természetesen a statisztika akkor megbízható, hogyha a befogadó országét figyeljük, tehát akár az ausztráliai, vagy osztrák, vagy német, vagy svéd vagy kanadai statisztikát figyeljük, akkor ők az állampolgárság szerint a bevándorlói kérelmek alapján megállapítják, hogy hányan jöttek és hány évig maradtak. Abból látjuk, hogy a külföldre vándorlóknak több mint a fele véglegesen külföldön marad. Ez a gondunk, mert a demográfia azt mutatja, hogy nem csak a fiatal férfi vagy a fiatal család ment el, hanem a gyermeke, aki nem itthon születik. Ezzel is már kevesebb az a demográfiai arculat, amit ebben az országban látni szeretnénk. Na most a koronavírus járvány kitörésekor látható volt egy teljesen más folyamat, hiszen talán az első ijegység miatt nagyon sokan visszajöttek. Ez tavaly tavasszal, illetve idén tavasszal, nyár elején volt megfigyelhető. Most mi van ezekkel az emberekkel? Ezek itt maradtak, vagy már azóta mindenki visszament? Ez egy nagyon specifikus helyzet ezzel a világjárvánnyal. Azok, akik tömegesen visszajöttek március-április folyamán, azok voltak, akiknek külföldön nem volt megfelelő betegbiztosításuk, vagy nem volt állandó munkájuk. Tehát vagy felmondtak nekik, mert vagy a bizonytalan helyzet. Így van. Tehát ők természetesen hazajöttek, mert itthon esetleg van rokon, vagy itthon van még az ingatlan, itthon van orvosi ellátása. Ők a nyár folyamán legtöbbjük visszament. Tehát ha most is figyeljük a horgos-röszkei határt weekend esetében, látjuk, hogy ez a rengeteg 10-12 ezer napi ingázó, az vagy tranzitban, vagy Magyarországra folyamatosan visszatér. Tehát első az embereknek a megélhetés, a jövedelemszerzés. Nem azt mondom, hogy megszokták ennek a vírusnak a veszélyérzetét, de valamilyen módon elsőbbrendű a családfenntartás, és reménykedik abban, hogy nem lesz nagyon beteg. Hát meg valójában a vírus itt is van, meg ott is van, szóval mindenhol van. Ha arányokat nézünk, és most már beszélünk egy kicsit Vajdaságról, megfigyelhető-e, vagy látható-e az, hogy mondjuk a nemzetiségi arányok tekintetében kik mentek el inkább? Magyarok, szerbek, esetleg más nemzetiségűek? Minden nemzetiségből mentek el. Én inkább a részarányról beszélnék, hogyha egy kisebb közösségről beszélek, tehát hogy egy 300 ezeres vagy 200 ezeres kis közösségről beszélek, akkor annak, ha elmegy az egy tizede vagy 20%-a, akkor a sokkal több, nagyobb veszteség, mint a nagy tömegű, mondjuk a szerb népesség esetében. Meg kell mondanom azt, hogy a szerbek is mentek el, de akkor, amikor a délszláv háború idején idejöttek a horvátországi vagy a boszniai szerbek, akkor az a menekült hullám pótoltak, különösen Vajdaságban, Újvidék környékén, Szerémségbe az elvándorolt szerbek létszámát. A vajdasági magyarok esetében én úgy látom, hogy jelentősebb a veszteség két oknál fogva. Egyrészt, hogy az elvándorlás a 90-es évektől indulandó, az, amit exódusnak is nevezhetünk, nem szűnt meg. Hogyha 30-tól 50 ezerre becsüljük a 90 években való elvándorlást, akkor azóta 10 évenként továbbra is 40-50 ezeren elmentek, akik véglegesen elmentek az országból. Ők még mindig vajdasági magyaroknak vallják magukat, kár róluk lemondani, de elmentek, mert családostul vannak kint. A másik dolog az, hogy nagyon sokan ingáznak, tehát Bécsig sem gond már hetente ingázni, hát a határon vagy Magyarországra. Át lehet jutni a tranzitvonalon, tehát gyakorlatilag ők megvállalják ezt a határ nehézséget.
A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy az elvándorlás esetében továbbra is a karrierépítés, a jövedelemszerzés a cél, és ez a fiatal generációt érinti. Tehát a vajdasági magyarok esetében a fiatalok, a szakemberek elvándorlása, az informatikusok, a medikusok, az újságírók, a sportolók, és egyébként is az értelmiségiek elvándorlása az, ami legjobban sújtja ezt a közösséget. És ez az, amit nem tudunk pótolni. Ha megfigyeljük esetleg azt is, hogy milyen iskolaválasztási hajlamok van a vajdasági érettségizőknek, akkor látjuk, hogy főleg műszaki, mert az van Szabadkán magyarul, vagy pedagógiai szakot választanak, illetve az érettségiző középiskolásoknak majdnem több mint a fele tervezi a magyarországi egyetemre iratkozást, és ebből a szempontból látjuk már azt a tendenciát, hogy az értelmiségünk fogyatkozása nem fog leállni. Nagyon hasznosnak tartom azt, hogy a vállalkozó, a mezőgazdász, az építőmunkás, azok maradjanak itthon, és ebben nagyon sokat segít a Prosperitáti Alapítvány beruházási formája, mert ezzel tudjuk azt a réteget megtartani, akik családok ellátását, családok itthonmaradását, lakásvásárlását megengedi. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk, és itt volt. Mi pedig most azzal folytatjuk, hogy bemutatunk ilyen pozitív példákat, akikről ön is beszélt, hiszen vannak olyanok, akik itthon képzelik el a jövőjüket, és vállalkoznak, családot alapítanak szülőföldjükön. Az elmúlt időszakban a Pannon Televízió róluk forgatott az Itthon vagy című sorozatban. Ezekből a kisfilmekből láthatnak most egy ízelítőt, majd Szerbia gazdasági lehetőségeivel folytatjuk. Itthon is el tudom látni ugyanazt a feladatot, ugyanúgy tudok fejlődni, ugyanolyan sebességgel. Éveken keresztül a szüleim csinálták a vállalkozást, miközben én tanultam. Ezután úgy gondoltam, hogy ha már ennyit küzdködtek és gűriztek ebben az egésszel, akkor nem teszem meg velük azt, hogy én fogom magam is kimegyek, és őket pedig cserben hagyom. Próbálni összefogni minél többen, barátok, család, valami, egy összefogás el lehet érni valamit. 2+2=4, így van? Szeretnék, hogy több legyen, de az 4. És az emberek sok esetben azért mennek külföldre, mert azt hiszik, hogy 2+2 külföldön 10. Baráti kör, család, mindenki itt van. Nagyon sok barátom itthon van, és úgymond fogjuk egymás kezét, mit kellene kitalálni, mit nem kellene kitalálni. Küzdelmes az élet, ha elmennek külföldre, ott is nagyon meg kell szenvedni, hogy föl tudják találni magukat, és még teljesen idegenben lesznek. A lelkem, a szívem nem kapott táplálékot. Először, mikor hazajöttem onnan Belgiumból, egy hétvégére, megcsókoltam a földet, hogy végre hazajöttem, ez bánát, itthon vagyok. Béremelés várható a közszférában január elején Szerbiában. Erről beszélt a régi új pénzügyminiszter a napokban, de az még nem világos, hogy pontosan hány százalékkal nőhetnek a bérek. Sinisa Máli szerint nem lesz akkora emelés, mint tavaly, de mindenképpen lesz. A Nemzetközi Valuta Alap is zöld fényt adott erre. A stúdió vendége pedig Pék Zoltán, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát mekkora emelés lehet a reális? Hát jósolni nem szeretnék, de minden bizonnyal, hogyha a pénzügyminiszter úr emelésről beszélt, akkor az meg fog történni. Mi alapján említem ezt? Az alapján, hogy a napokban
a parlament elé, mégpedig tegnap került a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat, amiben elég jó mutatók szerepelnek. Mondhatnám azt is, hogy meglepetésszerűen a Covid és az egész járvány nem olyan hatással volt az országunkra, főleg az ország gazdaságára, mint a környező országokra, vagy a világgazdaságra. De miért van ez így? Több oka van neki. Először is azt szeretném mondani, hogy a maga az egész költségvetés tervezése tavaly az egy reális tervezés volt, de szerintem senki se tudta, hogy mi vár ránk az idén. Évelején beindult a járvány, azt lehet tudni, hogy március-áprilisban az egész gazdaságot egy sokk szerűen érte, akkor volt a legnagyobb visszaesés, de jól reagált a kormány, jól reagált a szakma, és gazdasági támogatások voltak, béremelések a nyugdíjasoknak, egyszerű támogatás, 4000 dinár. Ez bizonyos értelemben a gazdaságot egy, nem azt mondom, hogy tartalék lángon tartotta, de nem engedte, hogy süllyedjen. Nem minden gazdasági ágazatot, természetesen a turizmust azt nem lehetett menteni, de segítséget kaptak a hotel tulajdonosok is a kormánytól. De mondjuk a bárföldi turizmus az még virágzott szinte, hiszen szerintem nem volt olyan, aki nem fedezte fel Szerbia valamelyik csücskét. Igen, igen. Már hogy nem lehetett menni, nem azért, mert annyira kedve volt, de... Hát ilyen lehetőségek is voltak, ami... Természetesen meg kell említeni, hogy a mezőgazdaságot nem érintette annyira, nem érintette annyira észrevehetően, mivel hál' Istennek nagyon jó termésekről beszélnek, hozamokról, ami bizonyította, hogy a évtizedekre visszamenőleg, hogy ez a gazdasági ágazat az országnak a gazdaságát igen-igen ki tudja húzni a nehéz helyzetből. Olyan intézkedések, ami az évelején lettek foganosítva, hogy a gazdaságot segítsék, hogy a vállalkozóknak nem kellett a jövedelem utáni adót rögtön fizetni, hanem eltolhatták 2021-re és így tovább. Nem mindenki élt ebben a lehetőséggel, és ezért a tervezett csökkenés nem olyan mértékben valósult meg, mint ahogy előre volt látva a tavasszal, nyár elején. Most már teljesen más mutatók vannak, mert ahogy haladunk az évbe, egyre konkrétabbak a számok, és azért mondom, hogy a következő béremelés, illetve nyugdíjemelésnek ilyen téren van gazdasági alapja. Mivel ez... És ez a mostani koronavírus helyzet, ami most ugye most már több, megint 2000 fölött vannak a fertőzött számok, valójában nem tudni, hogy lesz-e lezárás, nem lesz lezárás, ez hogyan befolyásolja a gazdaságot, vagy a gazdasági szereplőket? Én szerintem lezárások, már mint hogy gyárak bezárása, vagy a maga a gazdasági szubjektumoknak a működésének a becsukása, az nem hinném, hogy ez megtörténik, mert az megint egy sokka az egész gazdaságra, ugyanúgy, ahogy sok volt a külföldieknek. Nálunk nem hinném, hogy ez meg fog történni. Bizonyos értelemben úgy gondolom, ha szükség lesz rá, a kormány újabb rendeleteket fog hozni, mint például a mezőgazdasági termelőknek most előre lát egy ilyen kisegítő, élénkítő csomagot.
magának a fogyasztásnak a béremelésekkel, illetve a nyugdíjaknak az emelésével a fogyasztást egy nívón tartotta az állam, és ezért a fogyasztásnak megfelelően az élelmiszeripar, a feldolgozóipar, ez minden alkalommal állandóan munkába volt, el kellett látni a hazai fogyasztókat. Sajnos külföldre a kivitel nincs olyan szintén, illetve nem volt, mivel a környező országokban is ugyanez a gond van. Főleg az autóipart érintette, az elektromos ipart, a turizmust látjuk a környező országokban. Talán jól is jártunk abból a szempontból, hogy nálunk ezek a nagy autóipari cégek nem voltak, hanem a saját gyáraink dolgoztak. Bocsánat, csak megtaláltam egy idézetet ma, Anna Brnabics miniszterelnöknek még az expozéjában említette azt, hogy ő szerinte gazdaságilag a világ várhatóan majd csak 2029-ben heverheti ki ezt a válságot. Hát ez egy elég borulátó nyilatkozat. Hát ez nagyon, nagyon. Remélem, hogy nincs igaza. Az eddigi, az 9 év, az nagyon, hát nem tudtuk még tavaly, hogy az idén mi lesz. Én nagyon reménykedek, hogy ez a jövő évben fog csak elhúzódni, azért mindenféleképpen bizonyos ellenszert azért találnak, ha legyen az védőoltás, vagy bármi, ami ezt a járványt meg tudja állítani. Hát meg nyilván az IMF is most már olyan prognosztizál, hogy Szerbiának azt mondja, a következő 3 évben 10%-os gazdasági növekedése lehet. Így van. Tehát azért, hogyha megnézzük a 10%-os gazdasági növekedést és a 9 év távlatot, akkor valahol ott kettő között, valahol kicsit csak jó lesz. Igen, kicsit igen. Mindenféleképpen, ahogy az IMF a tavaszi, illetve a nyári számításai, előrejelzései szerint kicsit rosszabbak voltak a mutatók, úgy a Európára, mind az országunkra. Az igaz, és ez tényként lehet mondani, hogy a környező országokban, sőt még lehet mondani Európában is nálunk volt a legkisebb esés, gazdasági visszaesés, hogy úgy mondjam. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm. Mi pedig hamarosan a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekkel folytatjuk, ugye itt is erről beszéltünk, már csak azért is, mert az új szerb kormány kiemeltebb helyen kezelni ezt az ágazatot. Amíg vendégem megérkezik, addig nézzük meg pár felvételt arról, hogy miként várja Szabadka a telet, ugyanis az is el fog jönni idén is. 1300 tonna zúzott követ és 1300 tonna sót vásárolt meg az önkormányzat, amint egy 127 kilométeres úthálózat és a 160 ezer négyzetméternyi járdafelület szórásához. Nézzük, milyen gépekkel vágnak bele a munkába a városban, majd persze csak akkor, ha leesik a hó. Most pedig akkor jöjjön a mezőgazdaság. A fiatal gazdák számára akár 1,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást tudnak biztosítani a közeljövőben. Ezt Branislav Nedimovics szerb mezőgazdasági miniszter mondta a minap. A fiatalokat arra biztatta, hogy a visszanemtérítendő támogatásból vegyenek földet vagy jószágokat.
Ezzel egyidejűleg Abbéli reményének is hangot adott, hogy sikerül megoldaniuk a földműves nyugdíjak kérdését. A témával kapcsolatban vendégem is van. Köszöntöm a stúdióban Nagy Miklóst, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mit jelent ez a segítség a gazdáknak? Most már van magyarországi lehetőség is, van szerbiai lehetőség is. A lehetőség eddig is itt voltak, úgyhogy ez a kormánynak, tehát a mezőgazdasági minisztériumnak csak egy plusz programja, hiszen eddig is voltak olyan programok, amelyben a fiatal termelőket segítette maga a belgrádi mezőgazdasági minisztérium, hiszen ha visszanézünk az elmúlt évekre, lehet, hogy ilyen 2-3 ezer termelőt is tudnánk felsorolni, találni Szerbiába, akik mint fiatal mezőgazdasági termelők különböző támogatásokat vettek fel, pont ez a címszó alapján, hogy fiatal termelők. Ugyanakkor pedig az ipart 2-es pályázatoknál, tehát az Európai Uniós támogatásoknál is van egy olyan rész, amelyik azt mondja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők plusz támogatást tudnak kapni, tehát nem egy 50%-os, hanem egészen 60%-os vissza nem térítendő részre tudnak pályázni. Úgyhogy a fiatal termelők részére volt is, és lesz is, és kell is, hiszen elérkeztünk oda, hogy egy generációváltás zajlik a mezőgazdaságban, mert hogyha megnézzük az elmúlt időszakban, mindig arról beszéltünk, hogy 60 év fölött, jóval fölötte van a mezőgazdasági termelőknek az átlag életkora, tehát a családi gazdaságnak, a hordozóinak a kora, úgyhogy ezt a kort másképp nem tudjuk csökkenteni, tehát nem tudunk fiatalítani, csak úgy, hogyha a fiatal termelőket helyzetbe hozzuk. A fiatal termelőknek pedig, hogyha megnézzük most ez a másfél millió dináros támogatás is, hogy mit jelent. Igen, lehet rajta venni néhány országot, tehát néhány... El lehet indítani egy vállalkozást, de, és akkor jön a következő lépés. Ahhoz, hogy ő érdemlegesen tudjon, ahhoz még szükséges, hogy legalább ekkora önerővel rendelkezzen, és még legalább ennyi banki hitelt is fölvegyen, mert akkor lesz egy olyan 4,5 milliós, tehát egy 40 ezer eurós tőke a kezébe, amivel már egy komolyan vállalkozást el tud indítani. De belemernek vágni egy ekkora befektetésbe, akár a fiatalok, vagy beszéltük a középkorúakról is. Tehát... Ez mindenkire vonatkozik, aki még nem ért el a 40 évet, mert ott van a korhatár meghúzva. Sokan már benne vannak, és csak ki fogják használni ezeket a lehetőségeket, amik majd az majd meglátjuk, hogy mit ír a különben a minisztériumnak a szabályzata, tehát amikor kiírják a pályázatot, hogy kik és hogy tudnak rá pályázni. Tehát nullával rendelkező, akiknek még semmilyen gazdaságuk sem is, vagy akiknek már valamilyen gazdasági tevékenységük volt, már bizonyítottak, és csak hozzátezik. Az lenne a legjobb, hogyha az úgy lenne kiírva, hogy mindenki, tehát aki most kezdőként indul, és az, aki már haladóként jelen van, tehát értve alatt, hogy 40 év alatti fiatal gazdálkodó, azok is tudjanak. De már van valamilyen, hiszen ők már benne vannak. Beszélhetünk itt esetleg arról, hogy megállapíthatjuk azt, hogy akár a vajdasági magyarok talán előnyben lesznek, hiszen nekünk már van egy prosperitáti múltunk, hogy úgy mondjam. A vajdasági magyar gazdálkodók az elmúlt 5 évre, vegyük így visszamenőleg, megtanulták azt, hogy hogyan kell ezeken az Európai Uniós pályázatokhoz hasonló pályázatokon, már a prosperitátinak nagyon hasonló a pályázati kiírása, hogyan kell itt pályázni, és hogyan kell ezt megvalósítani. Úgyhogy igen, van egy ilyen előny, mert az ember egy tehát tapasztalattal szerez egy merészséget magának, és akkor nyugodtan pályázik. Ugyanakkor azt is azért figyelembe kell venni, hogy minden pályázati kiírásnak van egy rizikója, van egy önerő része, amit oda kell tenni, tehát azért ezt is a gazdálkodóknak oda kell figyelni, hogy mire akarnak pályázni, hogy akarnak pályázni, de minden pályázatot meg kell ragadni, és ha egy lehetőség van rá, pályázni kell. Az előbb beszélgettünk parlamenti képviselő úrral, gazdaságról, meg pénzekről, meg költségvetésről, és ő is azt mondta, amit korábban a miniszter is, hogy hát a mezőgazdaság volt az, aki ebben a krízisben, válságban, járványhelyzetben kihúzta az országot. Ez minek köszönhető? Miért szerepelt ennyire jól a mezőgazdaság idén? Azért egyet nem kell elfelejteni, a mezőgazdasági termelők tudatában vannak annak, hogy amit most ősszel elvetettek, azt fogják jövőre júniusban, júliusban majd learatni. Tehát itt nincs az, hogy ma nincs kedvem dolgozni, vagy most nincs kedvem dolgozni, kiíratom magam betegszabadságra, és majd egy hónap múlva visszamegyek és dolgozok tovább, mint ahogy egy gyári munkás nyugodtan megteheti. Őnekik akkor, amikor optimális idő, akkor a munkát el kell végezni. Ez a vérükben benne van. Ezt tanulták az ősöktől, ezt tanulták meg a munkafolyamatokból, és nem lehet holnapra halasztani a munkálatokat. Amiből következik az, hogy ők akkor is, amikor koronavírus járvány
nagy komplikált helyzetünk volt a tavaszon. Nem azért harcoltak, hogy valami kedvezményeket kapjanak, hanem engedjék őket dolgozni. Engedjék, hogy ők elvégezzék, kimenjenek a földre, a tavaszi munkálatokat el tudják végezni. Mert tudták, hogyha nem teszik be időbe tavasszal a vetőmagot, őszre mit fognak belőle majd aratni. Adjon tanácsot most azoknak a fiataloknak, akik mondjuk ezt a beszélgetést nézik, és az elején arról hallottak, hogy 40 éven aluliak, vágjanak bele a mezőgazdaságba. Melyik az az ágazat, amiben érdemes belevágni? Ezt mindenki magának el fogja dönteni, ez attól függ, hogy ő miben lát perspektívát. Most, hogyha megnézzük, akkor kereshetünk egy olyan területet, amelyiknél talán majd a jövőben lehet komolyabban számítani, ez pedig az organikus, vagy ahogy mondanánk, a biogazdálkodás, a biotermelés, hiszen a biotermékek után a szélesebb környezetünkben, az Unióban is nagy az érdeklődés. És tehát nálunk kevesen készítünk. Nálunk még ott tartunk, hogy 20-néhány ezer hektáros területen gazdálkodunk, annak igen van egy költséges fölfuttatási ideje, amivel kapják a különböző tanúsítványokat, de az 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 ágazat, amelyikbe konkrétan sokkal jobb jövedelmet lehet megvalósítani, mint egy klasszikus mezőgazdasági termeléssel. Hát akkor csak arra tudjuk biztatni a fiatalokat, hogy fogadják meg a tanácsát és próbálkozzanak. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Az elmúlt években sorra jelentek meg a magyar nyelvű tankönyvek a vajdasági általános iskolásoknak. Vannak szerzői kiadványok és fordítások is. Egy újabb lépésként pedig most a gimnáziumi könyveket fordítják. A részleteket Petkovics Mártától, az MNT tagjától kérdezem. Köszöntöm itt nálunk itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Hány új tankönyv készül és melyik tantárgyakból? A gimnázium első és második osztálya számára készülnek új tankönyvek, összesen 13. Matematikából, fizikából, kémia, földrajz, biológia, történelem. És pluszban még a második osztály számára pszichológia tankönyvet fordítjuk. A két kiadó a belgrádi Klett és a Novi Logos kiadók kiadásában. És a magyar könyvekkel mi van? Gondolok itt a középiskolára is, de akár az általános iskolára. Az általános iskolai új tanterv szerint készülő magyar tankönyvek elkészültek, illetve a 8. osztály számára most íródnak, ezek szerzői tankönyvek. A gimnáziumi tankönyvek viszont még nem készülnek, viszont nagyon nagy szükség van rájuk, hiszen a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika az állami érettségén kötelező tantárgy lesz, és a mi magyar nyelv és irodalom tankönyveink igen régiek, akkor nagyon korszerűeknek számítottak, ma viszont már azt gondolom, hogy új tanterv szerint tanítanak a kollégák, ebből kifolyólag új szemléletmód és egy modernebb kiadványra van szükség, kiadványokra. És mikor kezdődhet ennek a munkának az eleje, hogy úgy van, mikor kezdik ezeket a könyveket akkor elkészíteni? A Magyar Nemzeti Tanács már felvette a kapcsolatot a magyar tanszék vezetőjével, és folynak a megbeszélések. Én azt gondolom, hogy a tanszék tanárai a legilletékesebbek ez ügyben, és ugyanúgy, ahogy kiválóan megoldották az általános iskolai tankönyvek írását, azt gondolom, hogy ezt az akadályt is majd veszik, és még várjuk a választ, de én azt hiszem, hogy a tanszék tanárai fölmérik az ő felelősségüket, nincs kompetensebb a vajdaságban most rajtuk kívül, tehát én azt hiszem, hogy ez az ő feladatuk lenne, reméljük, hogy elvégzik. A Magyar Nemzeti Tanács természetesen, hogyha kell, akkor amiben tud, besegít. Az általános iskolai tankönyveknél is ajánlottunk egy gyakorló magyar tanárt, aki társszerzőként szerepel. Hát ugyanezt meg tudjuk valószínű tenni, hogyha szükség lesz rá a gimnáziumi magyar könyvek esetében is. Térjünk vissza azokra a könyvekre, ugye, amik már készülnek. Kik készítik ezeket a könyveket? Ezek fordítások, és körülbelül ugyanazok a fordítók fordítanak, akik az általános iskolai könyveket is fordították, illetve hát főleg gimnáziumi tanárok,
és hát a Szabadka Iszvetozár Márkovics gimnázium tanárai képezik a gerincét már az általános iskolai tankönyvfordító csapatnak is, és most újonnan bekapcsolódott igen nagy számban a Zentai Bólyai gimnázium, a matematika könyveket teljes egészében ők fordítják. Ami szintén jó hír, hiszen hát, ha valaki illetékes ez ügyben és kompetens, akkor biztosan nem, mint hogyha többi matek tanár nem lenne jó, de hát én azt gondolom, hogy nagyon szép, hogy fölvállalták ezt a feladatot. Miből tanulnak most a diákok, hiszen ugye még várják a könyveket, azok a könyvek, amiket most használnak, azok jók még? Hát nem mondanám, hogy teljes egészében jók. Most a tanárok előadnak, fordítják a szerb nyelvű tankönyveket, de például a gimnázium harmadik osztálya számára még szerb nyelven sem jelentek meg az új tanterv szerinti tankönyvek, úgyhogy egészen magukra vannak hagyatva tanárok, azaz mi magyarul oktató tanárok használjuk a magyarországi tankönyveket segédtankönyvként. Én ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy ezt lehet használni mondjuk a magyarországi akár mondjuk modernebb tananyagot? Segédtankönyvként tudjuk használni, online letöltjük, ez most elérhető bárki számára, azonban nem fedik az itteni tantervet teljes egészében, de csipegetünk belőle, és hát azt gondoljuk, hogy az igazi az lesz, hogyha a szerbiai tanterv szerint íródott tankönyveket kapják meg a gyerekek, mégpedig már őszre, az első és második osztályosok. Tehát egy év múlva? Igen, 2021 őszén már ebből tanulhatnak a gimnazisták, a harmadik és a negyedik osztályra pedig később fordítjuk. Petkovics Márta, köszönjük szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget. A koronavírussal folytatjuk a műsort. Sajnos egyre rosszabbak a számok nálunk is, Magyarországon is, és az egész világon. Kezdjük a délután ismertetett szerbiai adatokkal. Ismét 2000 felett van a napi regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában, ahogy mellettem is látható. Ezúttal 2282 személynél mutatták ki a kórt. A vírus szövődményeibe egy nap alatt 10-en haltak bele. Kórházban 2307-en vannak. Nőtt a súlyos betegek száma is tegnaphoz képest, jelenleg 74-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Most pedig jöjjön Magyarország. Itt egy nap alatt 4709 új fertőzöttet regisztráltak, 103-an elhunytak, kórházban 5489-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 391-en. A szerbiai válságstáb ma a súlyosbodó számok miatt ülést tartott. Itt újabb intézkedésekről döntöttek, amelynek értelmében a szerbiai és a vajdasági általános és középiskolákban a november 11-i állami ünnepet egy őszi tanítási szünettel kötik össze. A gyülekezést az eddigi 30 fő helyett mostantól 5 főre korlátozták. Ez nem érvényes a művelődési rendezvényekre, amelyeken továbbra is legfeljebb 500 fő vehet részt, a legszigorúbb óvintézkedések betartásával. A részleteket dr. Dária Kiszi Tepavcsevic járványügyi szakember ismertette. Odlučili smo se u ovom momentu da se smanji broj osoba koje mogu da se okupljaju u otvorenim i zatvorenim prostorima. Znate da je to bilo 30, sada je to smanjeno na 5 osoba. I kada su u pitanju sad ovaj školski raspust koji je vezan za naš državni praznik, regularno je bilo predviđeno u školskom programu za učenike osnovnih škola da 11, 12 i 13, znači je bude taj deo jesenjeg raspusta, a srednja škola je trebala da bude samo 11. novembar. Sada smo odlučili da imaju i deca koje pohađaju i osnovnu i srednju školu taj neki mini odmor u isto vreme, tako da ta 3 dana đaci neće da pohađaju školu, odnosno neće
bit će jedan vrsta mini odmora, ajde da ne zovemo to sada raspust u ovom momentu, zato što je to i onako vezan za državni praznik. Znači, iako smo videli da školska sredina sama po sebi nije do sada pokazala kao okidač za širenje infekcije na populaciju, ovo je jedna mera za koju smo se odlučili u srednjim školama da bi izjednačili odmore i u osnovnim i u srednjim školama, i to je praktično važi i za područje centralne Srbije i za područje Vojvodine. Zenta községben az elmúlt években több iskolát is felújítottak. Elsőként a zentai gimnázium épületének munkálatait fejezték be, ezt követően pedig a Thurzó Lajos általános iskola is teljes egészében megszépült. A nagyobb beruházások mellett azonban a kisebb munkálatokat is elvégezték a községbeli oktatási intézményeken. A zentai gimnázium épülete már több mint 140 éve ékesíti Zenta főterét. Az intézmény falain belül három iskola működik. A gimnazisták mellett itt tanulnak a közgazdasági és kereskedelmi, valamint az egészségügyi középiskola diákjai is. 2017-ben az épületet a pincétől a padlásig teljesen felújították, emellett egy új részt is hozzáépítettek. 2016 év végén, karácsony táján érkezett a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT jóvoltából 45 millió dinár értékű deviza az iskola számlájára, és abból körlött, hogy finanszírozzuk a hozzáépítést. Ez egy közel 500 négyzetméternyi területet jelent, és ennek a berendezését is sikerült ebből a pénzből megvalósítanunk. Kaptunk így 6 új tantermet, kaptunk ebédlőt, ami nem volt, és kaptunk egy konyhát, ami szintén nem volt, illetve mellékhelyiségeket újítottuk föl. Lett az iskolának kerekesszékes följárója, és ugyanígy mozgássérültek számára toalett. Ami a felújítást illeti, azt a szerb kormány jóvoltából sikerült megvalósítani, ez 185 millió dinár értékben volt. A teljes 5000 négyzetmétert újra, tehát a falakig lever, tehát a tégláig leverték a falakat, kihorták a teljes betont a földről, új padlózatot kaptunk. A padlótól a mennyezetig mindent és mindent felújítottak. Szigetelték az épületet, amit nagyon-nagyon megérzünk a fűtésszámlánkon, ez nagyon sokat számít. Az 1 millió dináros fűtésszámla felére csökkent. Új ablakokat kaptunk, rendbe rakták a régi ajtókat, tehát szinte mindent. A munkálatok idejére a középiskolás diákoknak a helyi általános iskolákban és más helyszíneken folyt az oktatás. A felújított épületben 2018. december 6-án kezdődött meg újra a tanítás. Az igazgató elmondta, hogy a jövőben az iskola udvart is szeretnék rendbe tenni. Ez pedig már a zentai Thurzó Lajos általános iskola. Az 1913 óta működő iskola a közelmúltban esett át egy teljes körű felújításon. A munkálatokat a szerb állam támogatta, és közel 300 millió dinárba került. A belső berendezést a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül anyaországi külhoni támogatásból tudták megvásárolni. A tatarozás 2019 nyarán kezdődött, és a 2020-2021-es tanévet már a megújult iskolában kezdhették meg a diákok. Teljesen felújították az iskolát, ez azt jelenti, hogy lentről egész a tető részig egyedül a falak és a tető szerkezete állt, tehát a többi az minden le lett véve, az ablakoktól kezdve, az ajtóktól kezdve, a tető, a cserepekig, tehát minden a cseréplésztől kezdve minden le lett véve, és teljesen felújították az iskolát, mégpedig kanalizációt újítottak, villanyvezetéket újítottak, akkor a belülről a
termekben 40 centire kivették az alapokat, és akkor újra hőszigetelték az osztályokat, valamint kívülről teljes egészében hőszigetelték a falakat, a padlás részt hőszigetelték, tehát teljesen elszigetelték, teljesen megcsinálták, a szanitáris részt megcsinálták az épületbe. Mit nem mondtam még esetleg, ami olyan dolog, ami az udvar részt, a teljes egészében az udvarból 60 centit kivettek földterületet, és akkor újra rakták, homokozták, ezzel az zúzott kővel ellátták, utána betonozták, majd tartampályákat készítettek az udvarra, teljesen körbe megcsinálták a kerítés részét is az iskolának. Az elmúlt hetekben fejezték be a helyi Petőfi Sándor általános iskola tornaterem feletti tetőszerkezetének a javítását, amelyet az önkormányzat 300 ezer dinárral támogatott. Február hónapban vettük észre, hogy beázik a iskolánk tetőszerkezete, és már akkor zöldfényt kaptunk arra, hogy újításokat végezzenek fent a tetőn, csak hát bejött az egészségügyi helyzet, és elmaradt. Aztán szeptember folyamán kaptam egy jó hírt, hogy megkezdődhetnek a munkálatok. 80 méter hosszan cserélték ki a fedő elemeket, körülbelül 160 elemet helyeztek fel, hát és akkor reméljük, hogy tél beáltával most már nem fog beázni a tetőnk, illetve a padláson. Mindemellett az iskola a tornatermi felszerelésének egy részét is újakra cserélte. A régiek már több mint 50 évesek voltak, így a tartományi sport és ifjúsági titkárság jóvoltából padokat, gerendát, svéd szekrényeket, labdákat, bakot, mászókötelet és a gyakorlatokhoz használt falrudakat tudtak vásárolni. A stúdió vendége pedig Juhász Attila, a Zentai Községi Tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát kezdjük a legfrissebbel, ugye láttuk itt a válságstábnak az ülését és az azt követő sajtótájékoztatót. Ugye itt a döntés értelmében a jövő héten 3 napos tanítási szünet lesz. Ez a zentai iskolákat miként érinti? Épp ugyanúgy, mint ahogy bármelyik másik iskolát Szerbia szerte, tehát a vajdasági és a szerbiai intézkedések ugyanúgy Zentán is érvényesek, és érvényre juttatjuk. Eddig is ügyeltünk arra, hogy az intézményeikben az egészségügyi előírásokat betartsuk maximálisan. Ebben az önkormányzat is kivette szerepét, igyekeztünk a fölszereltségbe, igyekeztünk a szerekbe, mindenbe, hogy biztosítva legyen a gyerekek számára, és minden iskolában ezt nagyon komolyan végig is vitték, és véghez vitték. A zentai rendkívüli helyzetek törzskara is ezt komolyan figyelembe vette, és a jövő héten már kedden ennek kapcsán ülünk, hogy mivel kellene esetleg még inkább odafigyelni, mert a városunkban is láthatóan, érezhetően, kitapinthatóan növekszik a szám. Azoknak a szám, akik fertőzöttek. Igen, vannak fertőzöttek Zentán is, mint ahogy mindenütt. Épp ezért nagyon fontos, hogy komolyan vegyük ezt a fertőzés veszélyt. De az iskolákban, vagy ilyen jellegű probléma jelentkezett? Vannak a gyerekek közt, voltak már fölnőttek közt, egészségi dolgozók körében, és tehát több irányba, és sőt, nemrég kaptam egy olyan hírt, hogy ami nagyon kellemetlen, hogy pont a diákbuszt hajtó sofőr is beteg volt. Tehát oda kell figyelnünk ezekre a dolgokra, a tünetekre, és komolyan kell vennünk magunkon is, hogyha észlelünk tüneteket, akkor ezt komolyan kezeljük. Ne menjünk inkább munkába, mint hogy másokat is, esetleg másokra is átragasszuk ezt a betegséget. Tehát voltak ilyen jelenségek, odafigyeltünk, tovább nem nő a szám, jelenleg stagnál, és mindenki komolyan odafigyel arra, hogy mit csinál. Hát reméljük, hogy így is marad, és nem lesz egy nagyobb probléma. Térjünk át egy kicsit arra, amit valójában hívtuk ide a közügyekbe, ezek pedig a beruházások a zentei oktatási intézményekben. Hát láttuk, hát nagyon szépek az iskolák. Miként sikerült ezt ebben a koronavírusos járványos helyzetben véghez vinni? Igazából, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor minden iskolát 50 évente legalább fel kellene újítani az alapoktól a tetőig. Viszont a Turzó iskola esetében ez 107 évet váratott magára, hogy ez megtörténjen vele. Fontos volt itt az a komoly politikai szándék, amely már fönnállt az önkormányzatban, amely nem csak a
választási ígéretek szintjén mozgott, hanem komolyan, amit ígértünk a közösségnek, ezt végre is hajtottuk. Tehát a Vajdasági Magyar Szövetség az előző ciklusban ezeket a beruházásokat nagyon komolyan vette, nagyon komolyan belekezdett, és nagyon komoly sikereket is ért el. Én mindig arra hívom fel a figyelmet, hogyha megnézzük a beruházásainkat, a két iskola teljes felújítását, az egészségház teljes rekonstrukcióját, azokat a kisebb beruházásokat is, amelyekre a költségvetési eszközeinken túlmenően, sőt azokat 2,5-szer túl licitáló, túl tevő segítség jött a köztársaság részéről, tehát Szerbia részéről, és az anyaország magyar kormány részéről is komoly segítség volt ezeknek a beruházásoknak a kivitelezésében és végrehajtásában. Tehát örömmel kell megállapítanunk azt, hogy ezek a beruházások egy hiányt, egy űrt most bepótoltak, de a továbbiakban oda kell erre továbbra is figyelnünk, és folytatnunk kell ezeket a beruházásokat. Hol vannak problémák, mely iskolák lehetnek a következők? Lehetnek a következők? A következő iskola, amelyet előláttunk, ez a Stefan Sremac általános iskola, valamikori november 11 nevű általános iskolánk. Sok iskola esetében a szocializmusban annyira elhanyagolódtak a dolgok, és annyira nem figyeltek oda, hogy megépítették az iskolát, miközben a Dózsa iskolának, a valamikori Dózsa iskola volt ott, ahol most a Stefan Sremac általános iskola van, és a Dózsa iskolának még telekkönyvileg a kataszteri iratokban még a Dózsa iskola bontó jóváhagyása van benne. Nincsen bejegyeztetve se az iskola. Tehát ez a folyamat, a polgármester úr jelezte, a szakszolgálat és mindenki irányába, hogy indítsuk el az iskola bejegyeztetését, és az iskolának a projektumát kezdjük el elkészíteni, hogy jövő évben a beruházás elindulhasson. Tehát a következő lesz a Sremac iskola, ezt követően jöhet a Petőfi, majd a Tömörkény István. A falusi iskolákkal mi a helyzet? Épp azt mondom, a Tömörkény István egy tornyosi iskola, hát igen, de ott van Csokonai Vitéz Mihály Felsőhegyen és a Bogarasi iskola is. Itt kisebb beruházásokról van szó, kisebb összegekről, annál inkább oda fogunk figyelni, és annál inkább teljesíteni fogunk ott is. És a gyerekek van elég gyerek egyébként? A gyerekszám ugyanúgy van, mint Vajdaság minden településén. Már annak is örülünk, hogyha stagnál. Eddig nagyon fontos volt számunkra, hogy az épületeinket, az iskoláinkat megőrizzük. Nagyon fontos volt a számunkra, hogy a tanárainknak a munkakörét, munkahelyét megőrizzük. Ezért úgy osztottuk be az iskoláinkat, úgy hoztuk létre a tanterveinket, az osztályok leosztását, a gyerek beiratkozást, úgy igyekeztünk irányítani, hogy ez mind zavartalanul folyhasson. Én nagyon remélem, hogy továbbra is ezt tudjuk biztosítani, de szemmel látható a fogyás. De meg kell jegyeznem, hogy vannak jó jelek is. Azok, akik Nyugat-Európába kivándoroltak családostól, és mégsincs ott kolbászból a kerítés, erre ráébredve többen már vissza is jöttek. És a gyerekük most itt újra folytatja ugyanott a tanulmányait, ahol abba hagyta annak idején, azzal, hogy lerakják ezt különbözeti vizsgákat. Tehát ilyenekre is van most már egyre több ilyen esetünk is van az iskoláinkban. Tehát mondjam azt, hogy oda kell figyelni, minden egyes diák a jövőnk egyik záloga. Van egy ilyen zsidó bölcselet, amely azt mondja, hogy ha nincs annyi pénzed, hogy nagy beruházásokat tegyél, akkor ruház a gyerekeidbe. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban ebben a fázisban vagyunk. Nagy beruházásokat önerőből nem tudunk megcsinálni. Anyaországi és a köztársasági eszközökből sok mindenre képesek vagyunk. Nagyon fontos az entai adófizetők szempontjából, hogy ha az entár megvalósított adó százalékokat nézzük, és azokat a beruházásokat, amelyek az utóbbi években nálunk történtek, ez a saját teljesítményünk fölötti adó pénzek elköltése volt. Tehát egy komoly beruházás történt Zentán, komoly beruházási sorozat, és ezt a beruházást, ezt a jövőbe vetett beruházást lassan majd kamatoztatnunk is kell. Meg kell csinálnunk azt a rendszert, amelyben szépen üzemel. De nem csak 3 középiskolánk van, 4 középiskolánk van valójában. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnál is szeretnénk tovább bővíteni a kollégiumi kapacitásokat, tovább bővíteni az iskolai lehetőségeket. Tehát ha mindegyik középiskolánkat, mindegyik általános iskolánkat megnézzük,
és még hozzáveszünk azt, hogy a kertészeti életednek is van egy zentai jelenléte, akkor Zentáról elmondhatjuk, hogy Tisza mentén mégiscsak egy tiszamenti iskolaközpont, oktatási, művelődési és egészségügyi központ vagy. Nőtte ki magát. Köszönjük szépen, Juhász Attila, hogy itt volt és ezt elmondta nekünk, és további sok sikert a beruházásokhoz. Köszönjük szépen. Vajdasági magyarok is bekerülhetnek a magyarországi Highlights of Hungary non-profit kezdeményezés díjazottjai közé. A 7 éve működő program fő célja, hogy minél több kreatív teljesítmény nyújtó embert, illetve csapatot mutasson be a nagy közönségnek, vagy inspirációt adjon nekik a továbbfejlődésre. Olá Zsanett ügyvezető igazgatót Pető Attila kérdezte Újvidéken. Köszöntöm a közügyek nézőit! A Highlights of Hungary egy magyarországi non-profit kezdeményezés, amely a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket díjazza. A csapat úgy döntött, hogy mostantól a határon túli magyarokat is bevonja ebbe a történetbe. De hogy miről is van szó pontosan, arról Olák Zsanett, ügyvezető igazgató fog nekünk beszélni. Üdvözlöm itt az Újvidéki stúdióban. 7 éve indult el ez a kezdeményezés, mik a fő céljai? Hadd kezdjem azzal, hogy hasalkos gyarapíts, ez a legfontosabb szlogán, amit üzenetként is szeretnénk eljutatni. Ez a kezdeményezés kategóriák nélkül keresi a legkiválóbb magyar teljesítményeket, majd pedig díjazzuk ezt február elején. Nagyon fontos az, hogy minél több olyan embercsapatot, céget találjunk meg, és mutassunk meg a nagy közönség számára, aki 2020-ban valami fontos mérföldkövet, fontos teljesítményt értek el. És milyen kritériumokat vesznek figyelembe, amikor kiválogatják ezeket a teljesítményeket? Tehát mivel kell rendelkeznünk ezeknek? Nagyon fontos, hogy ez egy kategóriák nélküli díj, tehát ez lehet egy vállalkozás, ez lehet egy alapítvány, ez lehet egy sportteljesítmény, ez lehet egy csapat, lehet egy ember. Ami fontos, hogy egy 2020-ban elért mérföldkő, vagy pedig eredmény, egy teljesítmény, amit szeretnénk megtalálni és díjazni. És mi vár azokra, akiket beválogatnak ebbe a kezdeményezésbe? Ugye a kategóriák nélküli 55 kiváló teljesítmény november végén véglegesítik a nagykövetek, addig van lehetőség ajánlani számukra teljesítményeket. Ezt követően januárban közönségszavazás keretében választódik ki a legjobb, illetve a nagykövetek is ki fognak választani egy fődíjast, ők pedig pénzdíjban részesülnek majd a február elejé díjátadó gálán. Ami fontos, hogy tulajdonképpen nem csak egy díjról szól ez a program, hanem egy olyan közösséget szeretnénk építeni ezen teljesítmények megalkotói köré, amivel egyrészt tudjuk inspirálni a társadalmat, a következő generációt. Szeretnénk nagyon széles körben eljuttatni az ő tevékenységüket, eredményeiket, hiszen fontos az, hogy a legkisebb faluban is lehetnek ilyen teljesítmények, ők pedig nem biztos, hogy el tudják juttatni ennek a hírét. Fontos az, hogy ősszel egy olyan roadshow-ra indulunk a Kárpát-medencében, ahol szeretnénk az általános és középiskolákba elvinni ezeket a díjazottakat, jelölteket, nagyköveteket, hogy inspiráljuk a fiatalokat arra, hogy otthon is kiváló dolgokat tudnak, és érdemes, hogy kiváló dolgokat hozzanak létre. És ha a korábbi éveket vesszük figyelembe, akkor ez a kezdeményezés mit hozott a korábbi években beválogatottak számára? Fontos célunk az, hogy növeljük az elismerés kultúráját. Fontos az, hogy ezek az emberek érezzék, hogy a társadalom hasznos tagjai, és hogy értékeljük mindazt, amit ők elértek. Azt hiszem, hogy azon túl, hogy inspiráljuk a következő generációt, a számukra az ő útjukat ezután követve tudjuk megmutatni azt, hogy ők a továbbiakban milyen eredményeket fognak elérni. És miért döntöttek úgy, hogy a határon túli magyarokat is bevonják ebbe a programba? Azt gondolom, hogy a nemzet az a Kárpát-medencében határon túli területek is hozzánk tartoznak. Én magam is határon túli magyarként rengeteg olyan kezdeményezést látok, amely megérdemelné, hogy bekerüljön ebbe az 55 kiváló teljesítménybe. Úgyhogy azt remélem, hogy a következő néhány hétben minél több helyről, így Vajdaságból és a többi határon túli területről is érkeznek majd szuper teljesítmények. Mikor is zárul le pontosan ez a... November végéig lehet ajánlani a nagyköveteinknek, úgyhogy a következő hetekben már akár a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalon és a weboldalon is megtalálják azokat a kontaktokat, amiken keresztül meg tudják tenni ezeket az ajánlásokat a hasalkos gyarapics jeligére.
Remélem, hogy nagyon sok vajdasági magyarnak is sikerül majd bejutni ide ebbe a programba. Olák Zsanettnek köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm. Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az internetes vásárlás. Szinte nincs olyan termék vagy eszköz, amit ne tudnánk a kanapénkon ülve beszerezni. Csak pár kattintás az egész, és megvásároltuk a kívánt tárgyat. A következő percekben az online vásárlás másik oldalát is láthatják, a raktárat, ahonnan az elektronikai cikk elindul. De képzeljük el, hogy a vitaminokért és a táplálék kiegészítőkért sem kell sorban állnunk. Emellett választ kapnak arra is, hogy mi történik, ha sérül a fogyasztó joga. A szabadkai Lackó házaspárnál évek óta bevált módszer az online vásárlás. Lackó Lénárd ruhákat és elektronikai eszközöket szokott rendelni. Szerinte anyagilag jobban megéri, hiszen az interneten többször rálelni kedvezményekre. Elég régi online vásárol vagyok. Igazából mindig alaposan körüljárom a dolgot, tehát szerintem ez is a legfontosabb, hogy csak megbízható helyről, és tehát vásárolni, és olyan helyről, ahol tudom, hogy tehát biztos az érkezik, biztos a leírásnak megfelelő dolgokat kapom. Mennyire időigényes rendelni egy terméket? Hát maga a rendelés az nem időigényes, inkább a nyomozás, ami azzal jár, tehát hogy kiválasszam a megfelelő dolgot, mert ugye a kínálat az elég nagy, akár technikai dolgokról beszélünk, akár ruhákról, és alaposan utána kell járni, azt tart sokáig, de hát gondolom ez ugyanúgy érvényes arra is, hogy az ember elmegy boltba. Lénárd felesége Sára már többször csalódott az online vásárlások során, mostanában főként bútorokat rendelt. Elmondta, hogy ott olcsóban jutott hozzájuk. A költözésnél észrevettük azt, hogy vásárolnunk kell egy új matracot, úgyhogy azt online rendeltük meg. Azért is volt ez sokkal jobb, mivel sokkal hamarabb kiszállították, mint hogy itt rendeltük volna meg valamilyen szaküzletben, úgyhogy ezért döntöttünk az online vásárlás mellett. És akkor, mivel ugye hát házba költöztünk, ezért így úgy éreztük, hogy illik meghívni a szülőket egy ebédre, és kiderült, hogy nincs elég étkészletünk, úgyhogy muszáj volt abból is rendelni. Mögöttem látható a raktár, ahol a webáruházas dolgokat tárolják, és amikor megrendeljük az árut otthon kényelmesen a fotelünkből, akkor egy ilyen hasonló raktárból kerül a csomagolástól egészen hozzánk a termék. A terméket árusító cégek számára fontos, hogy a megrendelőhöz a valóban kiszemelt tárgy érkezzen. A folyamatot az erre szakosodott webshop menedzser ellenőrzi. Ő az, aki tartja a kapcsolatot a vásárlóval, megnézi, hogy a megrendelt eszközből van-e még raktáron, ellenőrzi a minőséget, felel azért, hogy a megrendelés minél előbb megtörténjen. A készlethiány esetén értesíti az ügyfelet, hogy választhat mást, hiszen célja, hogy az ügyfél elégedett legyen. Sve više inače naših kupaca se odlučuje za online prodaju pored naših maloprodajnih objekata i prosto ta dva kanala su veoma usko povezana, a to znači da naši online kupci mogu, ukoliko su iz okoline Subotice i ukoliko se nalaze na teritoriji gde se nalaze naše maloprodajne objekte, mogu online naručbe da preuzmu u našim maloprodajnim objektima, a isto tako robu i da vrate u naš maloprodajni objekat. A svi kupci koji su dalje pošiljke, to jest svoje naručbe, dobijaju kurirskom službom. Érdeklődtünk arról is, mi történik akkor, ha nem a kívánt áru érkezik meg, mi a teendő. A menedzser elmondta, hogy ilyenkor nyugodtan felkeresheti őket az ügyfél, és megbeszélik a cserét. Az utóbbi hónapokban a gyógyszergyárak is alkalmazkodtak a járványhelyzethez. A Goodwill Pharma Kft.-nek köszönhetően csak néhány kattintás szükséges, és a vitaminokért és az étrend kiegészítőkért nem kell azonnal gyógyszertárba rohannunk. Fontos tudnivaló, hogy csak is az említett termékeket vehetjük meg online, a gyógyszereket pedig kizárólag személyesen vehetjük fel. Putem webshopa možemo isključivo da prodajemo dietetske suplemente, znači lekove ne možemo. Tako da, evo, objasnit ću par koraka kako to ide. Znači, ukucate www.goodwill.rs,
i onda će vam na potpuno jednostavan način sledit ćete sledeći korak, izabrat ćete proizvod, ubacit ćete u korpu i imate mogućnost da pratite putem Visa kartica, odnosno karticama ili pouzećem. Šta to konkretno znači? Ako je pouzećem, što negde preporučujem starijim korisnicima, dobit ćete putem pošte naše proizvode u roku od 2 dana i poštaru koji donese taj proizvod vi ćete platiti u gotovini naš proizvod. Az elektronikus kereskedelem az elmúlt időszakban óriásira nőtte ki magát. A szerbiai hivatalos forrásokból kiderül, hogy az elmúlt 3 évben 300%-kal nőtt meg az elektronikus cikkek eladása. A koronavírus járvány okozta korlátozások miatt Szerbiában ez a fajta kereskedelmen belül bizonyosságok még plusz 100, de akár 300%-os növekedést is mutattak. El kell mondani azt, hogy régen az elektronikus kereskedelem az ugye főleg a fiatalabb korosztályról szólt, ma már ezek a technológiák elérhetőek mindenki részére, és egy érdekes tény, hogy a koronavírus járvány az elektronikus kereskedelemnek a nagyon nagy részét a számítástechnikai eszközök, a szórakoztató elektronika tette ki, ma már hatalmas részt vállal az elektronikus kereskedelemben az étel, a ruhaneműk és a mindennapi használatos tárgyak is, hiszen tudjuk azt, hogy például a tavasszal foganatosított intézkedések értelmében szinte az összes vendéglátóipari egység átállt az ételkiszállítása lehetőséget biztosítva ezzel a fogyasztóiknak, hogy otthon is élvezhessék ugyanazokat az ízeket, mint az étteremben, ezzel egy pozitív hatást váltva ki maga az elektronikus kereskedelem fejlődésében. Az online vásárlásnál több probléma is felmerülhet, például ha rákattintunk egy weboldalra, nem lehetünk mindig biztosak abban, hogy hivatalos. A másik probléma, hogy hogyan szeretnénk fizetni, nem mindig tudhatjuk, hogy mennyire megbízható az oldal. A fogyasztóvédő javaslata, hogy kezdetben mindig kisebb mennyiségű terméket vásároljunk, mindig jogi személyektől vásároljunk, fontos, hogy a rendelést követően visszaigazolást kapjunk. Erre azért van szükség, hogy ne kerüljünk kellemetlen, vagy esetleg vicces helyzetbe. Amikor megkapjuk az árut, az körülbelül 30 nap kell legyen a szerb törvény ezt magyarázza. Amennyiben nem kapjuk meg az árut, és kötöttünk szerződést, akkor elállhatunk szabadon ettől a rendeléstől. Amennyiben megkapjuk az árut, annak 14 napja van, hogy körülbelül vissza tudjuk küldeni az árut. Valami formában nem felel meg, műszaki hibás, vagy egyáltalán nem vagyunk kötelesek a törvény értelemben ezt az árut megindokolni, hogy miért küldjük vissza. Természetesen a visszaküldés költségei az a kedves vásárlónak a dolga, vagyis az ő költsége. Amennyiben történnek különböző problémák, legyen az a hazai piac, vagy legyen külföldi piac, mert ez a két kategória létezik, a hazai piacon a különböző eljárásokat könnyebben le tudjuk bonyolítani. Amennyiben külföldi piacon vásárolunk, interneten keresztül elvileg akkor ott nagyobb probléma van, és akkor különböző országokon keresztül, illetve ha Európai Unión keresztül, akkor a fogyasztóvédelmi egyesületeken keresztül kell lebonyolítsuk. A szakértő hozzátette, ha az országon belül rendelt termék vásárlásától elálltunk, akkor jó, ha értesítjük az eladót. Ebben az esetben, ha az áru nem érkezik meg hozzánk, és nem kapunk semmilyen igazolást, akkor elálltunk a vásárlástól. De ha az elállást követően mégis kiérkezik a termék, akkor annak tartalmaznia kell az elállási nyilatkozatot, a számlát és a garanciát. És ha hiszik, ha nem, ez volt mára a közügyek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb hétfőn várjuk Önöket hírháttérműsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, addig is tudják, vigyázzanak magunkra, vigyázzunk egymásra. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!